Kevesebb mint egy hónap múlva hirdetik ki a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait. A kormányrendelet 2016-2017-es változásokat rögzít, így nem érinti azokat, akik idén mennek tovább tanulni. A megszűnő szakokat többek között az elhelyezkedési adatok és az érdeklődés szerint választották ki. Ez a rendelet egy jogalkotási folyamat része. Ez rögzít bizonyos új szakokat, megszűnő szakokat és átalakuló szakokat. Szinte valamennyi kategória érinthető a nyíregyházi főiskolát is, de fontos tudni, hogy a rendelet 2015. szeptember 1-től hatályos, tehát a jelen felvételi eljárás semmilyen formában nem érinti, akik valamire beadták a jelentkezésüket, emiatt nem kell módosítaniuk. A következő lépés, hogy megalkotják a képzési és kimeneti követelményeket minden új és átalakuló szak esetében. A nyíregyházi főiskola oktatási rektor helyettese szerint ez az idei év végére készül el, azonban csak az akkreditáció után, a 2017-es felvételi eljárásban lesz érezhető a változás. A megszűnő szakok között van többek között az andragógia, a társadalmi tanulmányok és a kulturális antropológia szakok. A megszűnő szakokat azonban a nyíregyházi intézmény már korábban kivezette a képzési kínálatából. A nyíregyházi főiskolán átalakul két sportot érintő szak, változások lesznek a mezőgazdasági képzésekben, valamint önálló szakká válik a pilótaképzés. A képzési tematikát a főiskola is megváltoztatja, és önálló szakként repülőgépvezető képzést indít. Korábban nagyon régen volt ez, de ismételten a fő cél a repülős tantárgyak lesznek, mert korábban közlekedési mérnökök voltak. Jelenleg 15 főiskolás tölti a reptéren a nyári gyakorlatát. A tapasztalat alapján a képzés elvégzésével a hallgatók csaknem azonnal el tudnak helyezkedni. A legkevesebbet fizető légitársaságoknál is 3000 eurós kezdő fizetéssel számolhatnak a munkaerőpiacra kikerült frissen végzett pilóták, mondta a képzést irányító ügyvezető.